nagyon szép hangulatos és szépséges helyről köszöntjük a szóban forgó mai nézőit. A képernyők előtt remélem, hogy sokan tartanak, és adásunkat már előre a reklámunk helye. Sokan nézik majd vissza a hétvégén, és természetesen kiváló kollégáim a YouTube-ra is felteszik, tehát az idők végezték, ez visszanézhető lesz. És ez egy gyönyörűséges helyszín, nem más, mint a Tesedik Sámuel Múzeum nagy terme, ha úgy tetszik, régi díszterme, ahol Szarka József régészünkkel beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy így. Köszönöm szépen. Mi jöttünk hozzád most vendégségbe, de az invitálást elfogadtad, ez a beszélgetés. Ez az ifjabb a kedvéért elmondom, hogy ez tényleg egy nagyon a réges-régi időkben, ugye, amikor még az épületet mondjuk ezelőtt 80-90 évvel ezelőtt Luther tanítóképzőnek nevezték, volt ez más is természetesen, akkor valóban nagyon sok iskolai népünnepét tartottak, illetve ünnepséget ebben a díszteremben. Most azonban nem erről beszélgetünk önmagában, hanem egy ragyogó apropó adja a beszélgetésünk tárgyát, nevezetesen a Szarvas 300 gyűjteményes időszaki tárlatnak az újra nyitása. Azért azt mondjuk el, hogy ennek egy nagyon komoly technikai tartalmi oka van, ugyebár, hogy újra nyittak. Igen, a munkácsi kiállítás miatt múzeumunk halasztást kért a pályázaton, amin ezt nyertük, a Magyar Géniusz pályázat lehetőségével, és felfüggesztettük a kiállítást 3 hónapra, és ebben a teremben volt a munkácsi kiállításnak a nagy gondolom, része. Hogy a irányító hatóság ezt örömmel megadta. Igen, megkaptuk, és így hát leghamarabb jövő nyár végén, vagy jövő szeptemberben fogjuk bezárni ezt a kiállítást, hogy más kiállításoknak nagyon egyetértek vele, nem kell ezt annyira jó ez a tárlat, majd mindjárt kibontjuk a lényegét is, hogy mitől ilyen jó. És ez nem az udvariasság mondatja bele, mondom, a tényleg, hogy tényleg nem kell elkapkodni a zárását majd, amikor lehetséges, hogy tényleg bontásra kerüljön. Itt a dolgaink legelején azért még mielőtt ebbe belependítenénk, ha már Munkácsi szóba jött, ugyebár ez egy óriási dolog volt a múzeum életében, mert ilyen kaliberű képzőművészeti tárlat még nem volt Szarvason. Nem hinném, 15 ezer látogatója volt a tárlatnak, és hát Munkácsinak több mint 70 képe került bemutatásra. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szó ez. És gondolom, csőstől jöttek a szarvasiakon kívül az itt nyaraló és kiránduló vendégek. Sőt, is. Én ugye teremőrként voltam szinte végig, tehát folyamatosan besegítettem, a kis múzeum vagyunk, kevesen vagyunk, folyamatosan besegítettem a kollégáknak, és beszélgettem is a látogatókkal, és voltak olyanok, akik Debrecenből, Budapestről, Szegedről csak emiatt jöttek el a városba, és ha már itt voltak, akkor természetesen más programot is választottak. Úgyhogy azt gondolom, hogy túllépve a múzeum határain, ez városmarketing szempontból is egy nagyon fontos kiállítás. És ha már a városmarketinget említed, akkor elmondhatjuk, hogy utána vagyunk pontosan a felvételünk idején a turisztikai világnapnak, ami ugye, ahogy a szakemberek szoktak fogalmazni, hogy azért is ünnep, mert ilyenkor érdemes megállni egy kicsit összegezni az elmúlt hónapok, elmúlt évnek az eseményeit. Most ebben mi azért nem érünk el, de egy biztos, hogy tényleg ennek a Munkácsinak szó szerint bomba sikere volt. Azzal együtt, hogy közismerten, ugye Békés Csabán a Munkácsi Múzeum is őriz jó néhány relikvikus képet, ám de ez a, jól mondom, 70 darabos volt ez a tárlat nagyjából? 70 fölötték?
70 biztos 75 volt. Biztos. Szerintem 75 is volt. Pontosan nem fogom, cseréltünk közben képeket, tehát a pontos számot nem fogom tudni most megmondani, nyilván utána lehet. Tehát ugye ez a világhírű mecénás műgyűjtő Pák Imre úr. Pák Imre magángyűjteménye az egész, amit bemutattunk. Úgyhogy ez fantasztikus. Gondolom, hogy akik látták, ezt sosem tudják majd elfelejteni, és nem is akarják, hogy egyszerre ennyi gyönyörűséget megpillantottak. Ennyit akkor felvezetésképpen, és akkor beszéljünk arról, hogy nem olyan egyszerű, önmagában már a Munkácsi tárlatnak a kiépítése sem volt egyszerű, mert nagyon-nagyon komoly biztonsági előírásoknak, kléma, stb. Kellett eleget tennetek, de gondolom, hogy a bontása sem volt egyszerű éppen emiatt. Hát ugye a Munkácsi képeket tulajdonképpen a Munkácsi alapítvány, tehát mi nem Pál Kimrével szerződtünk, hanem a Munkácsi alapítvánnyal, és a feltételeket kellett nekünk megteremteni, a klímát, a páratartalmat, a festést, tehát sok mindenre szükség volt ahhoz, hogy ez a tárlat létrejöhessen, de a képekhez mi nem érthettünk hozzá. Tehát azt a Munkácsi alapítvány munkatársai tették föl, és vették le. Úgyhogy nyilván a felelősséget is rácsodálkozhattatok, ez volt a maguk. Vállalták ezen, igen, és vigyáznunk kellett rájuk nagyon. Egyébként akkor beszéljünk abszolút hazai vizeinkről, hogy meg voltak elégedve a alapítványnak a munkatársai, a körülmények? Hát igazából én közvetlenül nem tartottam velük a kapcsolatot, de ahogy hallottam, igen, tehát jó véleménnyel voltak. Jók voltak a körülmények, igyekeztünk azért mindig a páratartalmat is, és a hőmérsékletet is olyan szinten tartani, ami a nagy nyári kánikulába esett, tehát nem volt egyszerű, mert ugye hát szerencsére nagyon sok látogató volt, ami azt jelenti, hogy az emberek ugye kipárolgása a páratartalmat viszi fel, az ajtónyitogatások a hőmérsékletet viszik fel, tehát figyelni kellett nagyon. Igen. Ezzel együtt csak azt mondhatjuk, hogy sok ilyet meg hasonlót, és kívánhatunk hát a következő. Nagyon reméljük, hogy sikerül. Ugye három dolog kell ehhez is. Pénz, paripa, fegyver. Igen. De a pénz az mindenképpen háromszor meg van. Háromszor legalább, igen. A bontás mennyi időt vett? Időben nagyon gyorsan, egy-két nap alatt. Igénybe, bocsánat. Egy-két nap alatt. Hát akkor összecsomagolták a képeket, nyilván profik fa vázakba rakják be a képet, és rögzítik két oldalról biztonságosan, egyébként hűtött kamionban szállítják, őrzéssel, nekünk is ugye őrzést kellett biztosítanunk folyamatosan. Igen, és aztán akkor ti pedig újból felépíthettétek ezt a gyűjteményt. Igen, és akkor összeszedtük, egyébként igyekeztünk megmenteni abban az időszakban is, amíg nem volt látható, úgyhogy a tárgyaknak egy tetemes részét az állandó kiállításunkba becsempésztük nagyon a többi okosan, közé tárlókkal együtt, úgyhogy tulajdonképpen láthatóak voltak, ha nem is minden maradéktalanul, de azért a nagy része a tárlatnak, csak hát nem tematikusan egyben, hanem szétszórva igen, az állandó igen, kiállításban. Igen. Én amikor először láttam ezt az anyagot, akkor is csak a dicséret hangján tudtam nyilatkozni, tehát megállapítottam, hogy ez fantasztikus módon mindent összeszed gyakorlatilag. Bár azt szoktuk mondani, hogy dióhéjban, de ami fontos, Szarvas és a korábbi időknek, korszakoknak, az itt élőknek az életében minden benne van, tokkal vonóval. Hát úgy állítottuk össze ezt a kiállítást, hogy próbáltunk sarokpontokat kiemelni, tehát nyilván valóban vázlatosan dióhéjban szerepel Szarvas története. Ezt hányan terveztétek? Hát ezt igazából konkrétan hárman vettünk részt a munkánkban, de a régész kolléganőm Nóri is részt vett a régészetben, tehát besegített nekem, illetve hát a technikai dolgokban is a múzeum valamennyi munkatársa, de tulajdonképpen a középkorig
én igyekeztem összefogni, tehát az avar honfoglaláskor, középkor, meg még a törökkor, utána lévő korszakokat Rosszik Zoli fogta össze, és természetesen a néprajzosunk Balogh Tünde, aki azóta sajnos elment tőlünk. Ó, de sajnálom. Hát a néprajzi, az új néprajzi múzeumban kapott egy lehetőséget is. Egyik szemem sír, másik nevet, de azért igen, ő egy különleges tehetség. És a 19. századi anyagokat igen, ő szedte össze, főleg a céhekre vonatkozó anyagokkal ő foglalkozott. Igen. Lesz új néprajzosatok? Minden bizonnyal, csak hát nagyon nehéz, találni, igen. Ugye Szarvas Kisváros, a mi szakmánkban a fizetések nem olyanok, hogy hát a mobilitást erősítse, hogy valaki az ország másik feléről ide költözzön. Tehát nem lesz egyszerű, de mindenképpen. Általában ezt a hivatást általában nem annyira nagyon-nagyon meggazdagodni vágyó emberek űzik meg szállottsággal, legyen néprajzos, régész, muzeológus, stb. Közismerten, de hát bízunk benne, hogy akkor majd a Tündi posztját is sikerül betölteni. A Munkácsi tárlat megnyitójáig, hogy is nyílt ez eredetileg? Ez múlt év nyarán, a város harmadikán. Ja, igen, nem a Munkácsi, hanem ez nem a város napján. Hát igazából a város napján nyitottuk meg hivatalosan, igen. De már egy hónappal korábban készen volt. Voltak, amiket még közben kiegészítettünk abban az egy hónapban, de igen, tulajdonképpen a hivatalos megnyitó az a város napja volt. Igen, igen. Július 23. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen 300. születésnap tömegeket vonz, ez mennyire igaz erre a kiállításra? Hát az a helyzet, hogy a múzeumunk az három éve... Hogy a múzeum az népszerű az. Hát népszerű, de országos trend sajnos, hogy ma már nem annyira trendi múzeumba járni, tehát az embereket programokkal, igen. Hát bulvárral kell bevonzani a múzeumokba sajnos, ez is országos trend. Igen. Úgyhogy ráadásul Szarvas egy kisváros a nagy turizmus ellenére, úgyhogy nem annyira növekedett meg a látogatottságunk, mint amennyire úgy elvárnánk mi aki a szakma szerelmesei vagyunk. Igen. De azért három éve nyílt meg az új állandó kiállításunkat, az interaktív, ugye előtte egy mai fiatalokat már nem vonzó poros... Hát az nem vonzotta valóban. Poros vitrinekben tárgyakat tartalmazó kiállítás volt, ugye már említettük, hogy mint mindenhez ehhez is pénz, az egy topos pontosan pályázatból jött létre, tehát pénz kérdése az, hogy tudunk-e nagyon jó és nagy kiállításokat csinálni. És onnantól kezdve folyamatosan növekedett volna a látogatottságunk, de hát sajnos ugye megnyitottunk, és jött a lezárás a járvány miatt. Úgyhogy most vesszük észre azt, hogy kezd átmenni a köztudatba az, hogy egy játékokkal, virtuális tartalmakkal, közben nagyon sok tárgyal, egy modern, vonzó kiállítás van, akiben jön mindegyik látogató azt mondja, hogy nem is gondolta volna, hogy múzeumban ilyen. Igen, és köszönöm, hogy itt a játékokat megemlíted, mert számtalan olyan fórumon, tanácskozáson voltam, sőt, Zoli úrral közösen is, legutóbb épp a Nemzeti Örökség Intézete rendezett egy ilyen nagy tanácskozást, ahol nem kisebb személyiség, mint Elsimon László elmondta, hogy a Nemzeti Múzeumban is mennyi játék programot, egy kicsit kényszerpályán, ott a kénytelen kitalálni a családi társasjátéktól kezdve mindenfélét, hogy bevonzák a népeket, kicsiket és nagyokat. Igen, és akkor én itt ugye hogy termék megjelenítést tartalmazzak a Szarvas 300-hoz. Igen, igen. Mi is ilyesmiket tervezünk.
több, most nem mondanék még neveket, de már több neves kutatóval egyeztettem, hogy előadássorozatot hirdetünk a Szarvas 300-hoz kapcsolódóan. Igen. És úgy tűnik, hogy már a minden egyes tematikához próbálunk egy-egy előadást kapcsolni, nem hogy? Egyszerre, hanem... Hát hagyjátok, nem lesz a sok és így a zavarkor, a honfoglaláskor, a középkor, a törökkor, a betelepítéskora, tehát 19. század, 20. század, minden egyes korszakhoz meg lesz egy-egy komolyabb előadás, amit próbálunk szépen hirdetni. Az épületünkönre kikerült egy molinó, amit eddig nem nagyon alkalmaztunk, de sajnos szükség van rá, mert én szarvasiakkal beszélgetve is azt hallottam, hogy mondtam, hogy van itt aranykart, érdekes alkimiához köthető, betelepülőkhöz köthető úrvölgyi edény, a kiállításban nyírfakéreg levelek a II. Világháború korából, tehát igen. Középkori pecsétnyomó nyomó aranytárgyak, és hogy hát ők nem is tudták, nem is hallották, úgyhogy kitettük az épületre azt, hogy itt bizony a város történetéről most egy komoly kiállítás látható. Pontosan. Érdekes az emberek hozzáállása, de ez nem csak szarvosan jellemző. Én azért emlékszem az előző évtizedekből is, hogy amikor még a most már legendaként emlegetett Palov Jóska bácsi volt a múzeum főnöke, és kitalálta azt, hogy legyenek ilyen matinészerű délelőttök mondjuk annó, hát ez még az idők végez, vagy kezdett előtt volt, mert szerintem gyerekkoromban, a száraz mamomban, akkor sokan eljöttek, és akkor is elmondták, hogy hű, hát ezt mi nem is gondoltuk, hogy Szarvason ilyen, pedig szarvasiak voltak. Igen. Szerintem 100%-ban is nem is gondoltuk. Hát most ugyanezt az élményt azért átélhetik nagyon sokan. Idősebbek is, középkorok és főleg fiatalok, meg bízom benne, hogy fiatalok, és akkor legyen ez a reklámhelye, ugye mindenkit tudunk invitálni, tanítónéniket, bácsikat, tanárnőket, tanárurakat, csoportjaikkal, már tudjuk, hogy nagyon kötöttek, ugye mostanában már évek óta az iskolák programjai, de azért meg tudják szervezni ezeket. És hát azért itt emlékezzünk meg a szombati eseményről is, ugye? Ja, föltétlenül most már rá is térünk, igen, mert igen. Lesz egy hivatalos újra nyitás, ahol majd vele tudunk találkozni, ugye igazgató úr. És hát te fogsz tulajdonképpen egy bővebb tárlatvezetést tartani. Igen, hát majd közönségnek. Ahogy szokták mondani, meglátjuk, hogy hány zsákra telik, mert ugye szarvasok közül nagyon sokan tudják, hogy volt egy kis kényszertáborozásom a nyár folyamán, tehát módjával, óvatosan a mozgásaimmal és egyébekkel, de hát azért igyekszem. És itt azért hozzátenném, hogy igyekszünk még majd több tárlatvezetést szervezni. Mert ez bejött a munkácsinál bejött, ugye? Tehát az emberek érdeklődtek a tárlatvezetések iránt, sőt, hát itt neves szarvasiakat próbálunk megnyerni, igen. Többek közt téged, akit ismernek az emberek, ráadásul azon szerencsés helyzet van, hogy értesz is a témához. Imítam ott ugye, minden részét, nem lehet, de azt azért hozzátenném, hogy nálunk ingyenesek a tárlatvezetések, és lehet kérni tárlatvezetést, tehát ha nem előre megbeszélt időpontban kérik, de itt vagyunk munkaidőben, akkor csatlakozunk a csoporthoz, és elmondjuk, amik vannak, de munkaidőn kívül, akár délután, akár hétvégén, hogyha kérnek előre egyeztetett időpontban tárlatvezetést, akkor természetesen bejövünk és megtartjuk a látogatóknak. Igen. Most ugye a tanév elkezdődött, mert én arra emlékszem, hogy néhány vagy jó néhány évvel ezelőtt azért, ha nem is annyira mindjárt a diákcsoportok, de nyugdíjas közösségek szerettek kirándulni Szarvas környéken is, úgy jönnek, jövögetnek, én mit amúgy? Szoktak jönni nagyobb csoportok, és van, hogy kérnek előre tárlatvezetést. Ez
Jellemzően nem a Szarvas 300-ra, ugye az nem sokáig volt, hanem az állandó kiállításra, de azért ott körbe szoktuk vezetni őket, és elmondjuk. Ráadásul, hogyha tálatvezetős nélkül mennek a játékok miatt, akkor is azért ilyen másfél órát kényelmesen kisgyerekekkel is el lehet tölteni a múzeumban. És a tálatvezetést is, hogyha azt kérik, hogy 40 perc, 1 óra, akkor nagyon fel van adva nekem a lecke, hogy hogyan tudom ennyi idő alatt szinte végig rohanni a múzeumon. Tehát azért mondom, hogy itt azért ez egy... ez most jó kifejezést használtam, mert akik ide bejönnek, és még nem jártak itt, akkor csodálkoznak, hogy kisebb vidéki múzeum, és mennyi minden. Tehát nagyon sokrétű, hál' Istennek, hogy a kiállításoknak a sora. Igen, azért a Szarvasi Múzeum a kisebb vidéki múzeumok között inkább csak a város lehetőségeihez képest a költségvetésében kisebb, de hát az épület szerencsére egy gyönyörű patinás, pontosan, hatalmas épület. Igen. És a gyűjteményünk, én ugye a régészetiről tudok pontosabb, igen, adatokat szolgáltatni, de hát ez egy félmilliós gyűjtemény, igen, ami sok megyei múzeumnak is a... Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy a megyében a második legnagyobb ilyen irányú gyűjtemény, ha jól mondom. Igen, a megyében, de ha most a megyei múzeumokat kivesszük, mert hát ők azért más lehetőségekkel rendelkeznek, mint a települési vagy területi, igen, múzeumok, igen, ahogy, igen, minket neveznek. Ugye mi egy járást képviselünk, nem csak Szarvast, bár ugye Szarvas fenntartásában vagyunk, szarvasi önkormányzathoz tartozunk, de a területi gyűjtőkörünk, úgy mondják, ahonnan a témákat vesztük, a tárgyakat gyűjtjük, igen, az a szarvasi járás és Gyomaendrő területe, tehát egy hatalmas terület. Hát ez óriási terület. De mi ezek között, a múzeumok között, amelyek ekkora területet, egy járásnyi területet képviselnek, is a nagyobbak közé tartozunk. Igen. Visszatérve a szombati nyitáshoz, remélem, hogy nagyon sokan jönnek, és akik most nem érnek rá, hát majd a következő hetekben. Én bízom benne nagyon, hogy lesz annak foganatja, amit azért, mint említettél, hogy tematikus előadások lesznek a különféle korszakokról, hiszen ha most elkezdeném sorolni, hogy az utóbbi években, vagy egy-két évtizedben hány jeles szakértő tartott itt ragyogóbbnál ragyogóbb előadást különböző témakörökben, akkor az nagyon hosszú névsor lenne, tehát ők magában sikeresek voltak. Hát ezt meg tényleg sűrítve, így, hogy az idő halad szépen, és jövő évben majd valamikor ugye bezár ez az időszaki kiállítás, de én a legelején is, már tavaly is említettem, hogy azért, talán épp neked mondtam, amikor benne a stúdióban beszélgetünk, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy ez ilyen formában megvalósult, mert tényleg összefogja a városnak a történetét. Tehát tökéletesen rémel az állandó. Igen, és hát nem akarnám magunkat dicsérni, de nyugodtan. De azért egy ilyen vezérfonalat is próbáltunk a kiállításhoz tenni, illetve többet is. Az egyik az, hogy a tájban helyezzük el, a környezet, az nagyon jó, az környezetben jó. Helyezzük el. Igen, igen. Itt nyilván a tablókon lehetett ezt megjeleníteni, hiszen a tárlókban ezt nehezebb volt. A másik pedig, amire koncentráltunk, és azt gondolom, hogy ez sikerült is, a múzeumokban folyó munkát is jelezve, hogy folyamatosan gyarapszik a gyűjteményünk. Igyekeztünk olyan dolgokat bemutatni, amik még nem nagyon voltak láthatóak a kiállításban, igen, és újdonságok. Tehát itt, és meg is írtátok abban a ragyogó brosúrában, igen, és jelent meg egy kis... Nem tudom, hogy ez még piacképes, vagy piacon, vagy forgalomban van, vagy már elfogyott ez a... Van még belőle, lehet kérni tőlünk. Úgyhogy tudunk belőle, igen, adni az első olvasatot, és mindjárt örömmel fedeztem, hogy tényleg a napjainkig bezárva gyakorlatilag a legújabb kutatások. Hát én, mint szerkesztő, nem vagyok annyira elégedett. Ugye a pályázat kiírásától számítva, meg attól, hogy én meghallottam, hogy egyáltalán egy ilyen
kiállítást csinálunk, és én raktam össze a pályázatot, fél éven belül már nyomdakész állt a kiállítás, és nyomdakészen ott volt a vezető, úgyhogy én a nyomdahibákat észreveszem benne. Hát most én nem ezekre gondoltam, most a legújabb kutatási eredmények. Azokat igyekeztünk azért összefogni, de hát azért aki egy kicsit ért hozzá, az tudja, hogy a pályázat megírásától számítva fél év múlva már ott van a kézbe a vezető, megnyílt a kiállítás, az azért egy nagy munka volt, sűrű munka volt. Igen. A régészként milyen izgalmakat okozott neked itt az anyagnak a összeállítása? Mert ugye hát volt miből válogatni. Hát ugye itt nagyon sok olyan tárgy van, ami már az én időszakomra tehető, ugye a Szarvasi Múzeumban, nem csak egyébként az elődöm Gulyás Andris és természetesen Juhász Irén ásatási eredményeiből is kerültek ki, és hát Palov József munkásságát sem, mert hogy ő ugye nem volt régész, de hogy ugye a múzeumban ő mindent csinált. Úgyhogy ez nagy öröm volt nekem, hogy tényleg olyan dolgokat, és haladunk előre. Tehát például most, amikor szétszedtük a Munkácsi miatt a kiállítást, akkor ugye most két kutató dolgozik korai avar aranykardlelet feldolgozásán, mert hát a dicsőség ugye enyém, mint Szarvasi régész, illetve Cessnak Zsolt és Kelemen Gábori, akik az ásatásomhoz kapcsolódóan, amikor a kerékpár utatástuk, akkor ezt megtalálták. Hát én nem vagyok a varkoros, tehát ezt azért, hogyha komoly tudományos eredményekre, mert a középkort akkor ki nem adom a kezeim közül, csinálom. Úgyhogy én Lőrinci Gáborral... Neked akkor a középkor, vagy a késő? Nekem a késő középkor, inkább a késő középkor, amikor már ugye több forrás van, és színesebb a régészetben is, de foglalkoztam Árpád korral is, meg honfoglaláskoros cikkem is van, tehát én az egyetemen még honfoglaláskorosként indultam. Igen. De az avarkor az még korábbi, tehát az... Hogyne. És Lőrinci Gáborral, aki egyébként Balogh Csillával, ők fogják ezt publikálni, és megkértek, hogy meg tudjuk-e vizsgáltatni az aranyat, és megvizsgáltattuk Szarvason, ékszerésznél. Az igen. És csupa jó dolgot állapítottunk. 22 karátosnál Hoppa. Nagyobb tehát a tisztasága ugye a bizánci alatt. Ez egyébként látszik a színén is, tehát nem meglepő, de... Igen. Nehogy, és ez rövidesen publikálásra kerül, ez az anyag, de ami... ugyanezen a lelőhelyen került elő, illetve Békés Szent Andráson kerültek elő Gulyás Andrásnak avarsírjai, azokat is most Andrással közösen publikálták, az nemrég jelent meg az archeológiai értesítőben. Publikálás alatt van a Kovács halomnál, Farkas halomnál, ez a Csaba Csüdi határnál lévő, délen lévő, nagyon, nagyon szép, gyönyörű halom mellett talált honfoglaláskori anyag, az Türk Attila és egy fiatal hölgy, Hegyesi Csilla dolgozta fel szakdolgozatként. Az is megjelenés alatt van, tehát itt amik itt megjelentek, azok közben az ország tudományos életébe is bekerülnek, tehát inkább ez az, ami nagy örömmel tölt el engem, mert az, hogy most a látogatók láthatják, én összerakhatom, az nekik öröm, meg ugye megfoghatom, kézbefoghatom, ugye... Igen, bár a régészetben szoktuk mondani, nem kincskeresés, de tudomány, de azért mindenkit hajt egy kicsit ez az pontosan, ösztön is, ugye az ember megfog egy szarvasagancsot, vagy egy kavicsot, és elteszi egész életére valahova, tehát ezek nyilván ilyenkor megvan. Mindig gyerekkoromból az ugrik be, hogy 75 nyarán, amely a vészőmángori monostor esetében, Csolt monostor esetében Juhász Irénnek mondhatni, hogy az egyik kiemelkedően termékeny nyara volt, például az apátnak a
az övét azon a nyáron találta meg, és elmehettünk mellé régész táborozni, és akkor erről a kincskeresésről gondolt, hogy micsoda izgalmak voltak abban a táborban, miközben folyt a nagy őskori terrétegeknek is a kutatása, de ez a időközben nyugatra került kolonyinának volt a területe, ott egy nagyon komoly egyetemista csoporttal dolgozott. Mi nagyon jó pofa társaság. Úgy van, a Katalinra emlékeztem, köszönöm szépen, mert megvan a tanulmánya is. De hát annyi szakértővel találkozott az ember. És amikor jó viselkedtünk, akkor a Katalin azért kötélnek át, hogy esténként mesélgetett arról, hogy ő ott mit ás ki. Tehát minket azt tartott lázban, hogy eleve gondoskodtak arról az ott dolgozó idős vasutasok, meg kivételesen egy nyugdíjas vasutas brigád tette ki a döntő többségét akkor a munkásoknak, és az öregek fantasztikusan tudtak mesélni, és szerették meg is színezni a dolgokat, hogy ők már mit találtak, meg mit nem. Tehát úgy fel voltunk villanyozva már arra a napra, amikor elindult a tábor, hogy valami már érdemben a mi kis munkáink, a kis paknikkal, meg hasonló szerzámokkal, hogy teljesen, és akkor visszatérve erre, hogy tényleg a kincskeresés lázában élt az ember, hát nagyon-nagyon emlékezetes volt. És még visszatérve itt az országos hírnévre, hogy az avarkori tűtartó, az fantasztikus feltűnést keltett annak idején, ha jól mondom, 83-ban. 83 április, a pontos, igen, de 20-valahányadikra, de 83, igen. 83, igen, akkor került elő, ugye... És számtalan fordító. Grex a téglagyár, igen, most ugye igen, a pontosan. Tesco áruházzal lehetne azt a környéket leírni, ahol... Igen, ahol igen. És ha jól emlékszem, hogy ennek az óriási temetőnek az egy része az akkori, hát minek nem veszük össze, akkor az állami gazdasághoz tartozott az a depó, amit kiépítettek a vasúti teherforgalom számára. Ha jól emlékszem, talán ott is maradt a föld alatt a temetőből egy nagy rész, feltehetően legalábbis voltak ilyen vélekedések. Hát sajnos a területen ugye most is folynak építkezések. Igen, igen, igen. És ugye ehhez kapcsolódóan a régészeti munkáink is voltak, végeztünk egy próbafeltárást, hát szaladnak az évek, szerintem 2 éve nyáron. Igen, igen. És hogy ott sikerült az a... Nem volt semmi, tehát nem ott volt semmi, az a terület, ami most hozzáférhető és szabad a vasút és az áruház közötti rész, azon a területen gyakorlatilag több méter mélyen kibányázták már az agyagot, tehát igen, ott Juhász Irén valószínűleg föltárta, így a térképeket próbáltuk rávetíteni Juhász Irén temető térképét, tehát az a terület nagy rész fel van tárva. Elképzelhető, hogy azon kívül a vasút túloldalán, vagy valahol még a szomszédos telkeken még nem bányázták ki ott az agyagot, mert ugye igen, itt a téglagyárnak az agyagbányászása miatt pusztult ez a temető. Az állandó kiállításunkban egyébként raktunk fotókat ki erről az ásatásról a tűtartós terembe. Ott hát ugye mai körülményekhez képest azért borzasztó körülmények között dolgoztak Juhász Irénék. Tehát a scraper ládák húzták le a talajt, szaladni kellett utána, tehát nem volt egyszerű. Sajnos egy-egy nagy beruházáshoz kapcsolódóan néha én is átéltem hasonlókat. Volt olyan, hogy egy méterre nem lehetett ellátni, akkor a porfelhőben dolgoztunk, mert igen, az autópályát építették mellettünk, és szállították a földet. Igen. És hát voltak, amikor ugye nem voltak a megfelelő jogszabályok, illetve nem úgy alkalmazták még az előző évtizedekben, hogy kellett volna. Még óvodás kölyök óta, javában, amikor óriási tóépítési munkálatok is folytak a horvát pusztai területen, a Berényi út mentén, ott a
Décsi halom, vagy lánykori nevén Telek halomnak a környékén, és a jó ég tudja már, hogy milyen falunak vagy településnek a részét dúrták ki az S-százasok, vagy nevezzük az akkori idők trendi kifejezésével sztalinyeceknek ezek a nagy erőgépek. De hát ugye haladni kellett a tóépítéssel, és ahogy azt megtalálták, aztán el is tüntették. A régészeti lelőhelyek védelmével jogszabályok sem mindig garancia, igen, tehát manapság igen is előfordul hasonló. Igen. Ugyanez az indok. Sajnálják azt a minimális költséget, amit a régészet jelent, és sajnálják az időt, mert hogy úgy gondolják, hogy ha régészet, akkor bizony. És valóban van, amikor egy-két hónapra le kell állni, de általában azért itt nem ekkora mérvű munkákról van szó, hanem egy ilyen gyors pár nap alatt kikapjuk a dolgokat. Sajnos ez szemléletbeli kérdés, hogy itt a közös múltunkról van szó, tehát és egy-egy nagy beruházás, vagy egy beruházás volumenéhez képest filléreknek minősülnek ezek a régészeti költségek. Ez szemléleti kérdés, úgyhogy a jogszabályok sem mindig védenek meg, mert van, hogy a beruházó inkább úgy gondolja, hogy ő bevállalja a büntetés költségét, vagy még azt is megúszza, vagy próbálja megúszni, tehát nehéz ez. Még egy óriási élményem beugrott az említett Décsi halom kapcsán, akkor 93-ban Szatmár Imre a kicsiny templomocskának az alapulait megtalálta a halom tetején. Lehet, hogy már az elődök is találtak belőle valamit, de egy a lényeg, hogy nagyon komoly volt ez a ásatása. Akkor megmutatta nekünk, hogy hol sejti azt az udvarházat, ahol a krónika leírása szerint ugye maga Szapolyai János király is vendégeskedett. 1532-ben pontosan éppen Tiszavárkonyban ment vissza. Tiszavárkonyban Grittivel ment találkozóra, és ugye Décsén szállt meg egyik nap, a második nap, a következő napon, igen, meg a királyi birtokon, mesterszálláson, ez mesterszállásnak az első említése forrásokban, nyilván a középkorban is. Ez az 1532-es? Ez az 1532-es út, ez Szerémi leírásában van, és azért vágtam közbe, és bocsánatot kérek érte, mert hogy egyszerűen én ugye a környezet régészet történetet, a réveket és utakat kutatom, és nem kellhetett át máshol Szapolyai, mint Szarvasi réven, mert Décséről, mesterszállásra csak ez a réve. Csak itt mehetett. Csak itt, igen, mehetett, úgyhogy Szapolyai János, és ez is benne van az állandó kiállításunkban, igen, a filmekben, igen. Szapolyai János bizony többször járt Szarvason, mert 1528-ban, amikor hazatért Lengyelországból és Debrecenből ment Lippára, igen, akkor, igen, is ugye mezőtúron, igen, keresztül utazott, Sebestyén, igen, egyháza, igen, az Fábián Sebestyén, és így úgy van, ment tovább. Úgyhogy többször, igen, járt Szapolyai. A Szegvárra például a szomszéd Vármegyéből emlékeztem, hogy ott is. Arra ment az 1528, igen, ez pedig, amit most említettél, ez az 1532-es útja. Igen. Úgyhogy jó, mondom, Cibak Imrének volt egy érdekeltsége akkoriban Décsén? Vagy Cibak Imre is vele jöhetett? Cibak Imre Grittivel jött, ha én jól emlékszem. Tiszavarsánynál várt a Grittivel, egyébként ugye Gritti meg Cibak Imre szemben álltak egymással. Kérékharagban halálos ellenségek. Halálos ellenségek, de ekkor éppen Cibak Imre, mint két báró ugye, Cibak Imre talán Grittivel tartózkodott, de hát ugye a Gritti és a Szegi, ha már Szegvárt említette, Szegi Dóci János végeztette ki később 1534 nyarán, augusztus 11-én, igen, Cibak Imrét lefejeztették Batthyány Orbánnal. Igen, így van. Igen. Cibaknak voltak egyébként a megyében érdekeltségei, voltak, mert a Szakolyi családnak a leszármazója volt, akik meg ide kerültek, Szakolyi Gáspár. Csaba Csüdön volt például, hát nem is a megyébe, Szarvashoz tartozóan vonatkozóan. Tehát a Szakolyi családnak az örökségét szerezte meg Cibak Imre. Igen. És ugye róla mindig az szokott eszembe jutni, bár nem kérhető a
jeles írónőtől számon, hogy annak a kornak és korszaknak, amiben ő élt és alkotott, Gulácsi Imréről beszélnek, ugye, de egy ragyogó történelmi tablója a Fekete bőlegények, bizony, amiben a Ciboknak a tragédiáját azért nagyon szépen... Több kötetnyi feljegyzése van Gulácsi Imrének a Fekete bőlegények. Azért elég szépen elmélyült ő a maga szintjén. Nagyon. Én csak beleolvastam, mert a kutatás mellett nem nagyon van szép irodalmat olvasni időm. Ebbe a munkába néhány helyen egyébként az interneten hozzáférhető a Fekete bőlegény. Igen, nekem megvan a könyvtáram. De nagyon precíz és nagyon korhű és történelemhű munkának pontosan tűnik. Némely szinten azt mondom, hogy Gulácsi Irén író kutatóként, mert nagyon érdekelt ez a korszak, olyan szintekre ment a tények vizsgálatában, mint Gárdonyi a egyes részeiben az Egri csillagoknak. Igen, csak ugye Gárdonyi kötelező olvasmány lett, pontosan, generációk ismerik, igen, és nagyon sok nagyszerű munka van. A Fekete bőlegényeket, most nem tudom idézni, nagyon sokszor kiadták a második világháború előtt, egy sláger könyv volt, mondhatni mai kifejezéssel, és aztán eltűnt. Elfelejtődött mára, igen. És nem is tudom hány évtizeddel ezelőtt, vagy Szabadkán, egy antikváriusnál, vagy Szegeden, még a Szukicséknál, szóval egy eléggé távolási helyen sikerült fellelnem, és azonnal rácsaptam nyilván, mert hát egy ragyogó írás. Úgyhogy ez csak azért hoztuk most fel a nézők kedvéért, hogy de lehet, hogy kötődik. Tehát kötődik mindenképpen, és érdemes elolvasni, mert nekem mindig az a mániám, hogy én igyekszem összegyűjteni, tehát ami érték lehet szép irodalmi feldolgozásban, azokat igyekszem ténylegesen összeszedni, elolvasni, és aztán, de csak azért, hogy tovább tudjam ajánlani az ifjúságnak, meg az idősebb korosztályoknak is. Kedves nézők, remélem, hogy már önmagában ezzel az egy kiragadott témával is felkeltettük érdeklődésüket a szombati újranyitás iránt, de hogy már az elején is érzékeltettük, ebben a szarvas történeti gyűjtemény és kiállításban az itt élő népeknek a történetéből, Dióhéjban minden benne van. Egészen az 1722-es újjátelepülésig, most éppen a nézők nem látják, de a sokat emlegetett úrvölgyi lelet tablójára nézek rá, amely hát egy csodában határos módon került elő a föld alól, mert ilyen azért ritkosság számban megy, hogy egy ilyen lelet véletlenül előkerüljön. Valami útépítésnél, vagy csatornaépítésnél? Nem, csatornaépítésnél, csatornaépítés? Valahol a Kossuth meg a Deák kereszteződése környékén, de ugye a régészeti szakmát, mert ez nem régészeti korszak, tehát ez igen, a 18. Igen, század pontosan végén rejtették el, és ugye a különlegessége az, hogy 1716-ban az edénykén lévő latin szöveget azt Bél Mátyás lejegyezte Zólyom megyében, az Úrvölgyi bányában. Igen. Én nem láttam még ennek az edénynek megjelenését máshol, tehát lehet, hogy ez az egyetlen, ami fönnmaradt a Bél Mátyás szövegéből. És mivel az utcán került elő csatornaépítésnél, valószínű, hogy még a régi város szerkezet idején hát rejtették olyan, el, mert ugye az utcán azért kincs lehet, ezt az ember nem ás el. Hát nem. és akkor még az egy telekhez tartozhatott, amikor az utca rész, amikor elrejtették. Hát egy össze-vissza halmazfalú voltunk. Viszont 1716-os a szöveg lejegyzése, valamikor a körül készülhetett. Igen. Tehát ez az a ritka pillanat, amikor a régészeti emlékét a betelepülőknek sikerült megfogni. Azon túl, hogy maga az edény tényleg ritka. Különleges, mert ugye azt mondja a legenda róla, hogy vasból változott rézzé, ami persze nem teljesen igaz, de jól hangzik. Igen, jól igen. Hangzik. És a betelepülők, akkor Nyemótyán Tibor barátom korábbi években sokszor hangsúlyozta, teljes joggal, hogy nem egyszerre történt a betelepülés, hanem több hullámban az évtizedek
során ugye jöttek kisebb, meg jöttek, nem csak jöttek, de mentek is. Hát. Ugye hát a betelepülési okirat aláírói, kitettük egyébként igen, a névsort, betelepülési okirat aláírói jöttek abban az évben, de az, már az előző években is érkeztek hát néhányan, és valóban még utána is hát mindenhonnan. Ugye hát Harukken bárónak a szerepét kell hangsúlyozni, hogy ő ugye a kedvezményeket megadta meg. Így tudatos van. Volt, tehát igyekezett a egy nyelvű és egy vallású embereket hát, egy helyre telepíteni. Hát, ez egy szerintem korát megelőző tudatosság volt a részéről. Igen, hát nyilván a, egyrészt a vallás béke szempontjából, meg közbiztonság egyéb okokban mindenképpen. Ez nagyon fontos volt számára. Ugyanígy hozzáteszem, nagyon fontos lett volna az akkor élő magyar kortársak, az egykori magyar földbirtokosok leszármazottai számára, hogy a jogos területet visszakapják Bécstől, tehát erről szó nem lehetett olyan kormányzati meg hatalmi viszonyok közepette, hogy magyar nemesek perelni lehetett, ugye, meg átcsengőzni. Ugye Ábrelfi család nem volt meg már akkor, tehát ők addigra kihaltak. Noha tehát ilyen ódalági társaságok jöttek, igen. De hát nem sikerült sajnos a Harukken, bár ugye az érdemei mellett azért ő mégiscsak egy feltörekvő hát báró volt, pontosan. És aminek nyoma van, az a Köröstartó. Ugye a Muronyi Vér András, a Mátyás Kori, aki szarvas birtokosa volt, igen. Az ő leszármazói viszont éltek a köröstartói vér. Sőt, én úgy tudom, hogy még ma is élnek talán valahol. Nincs kizárban, igen. Erre nem esküdnék meg, de én úgy tudom, hogy még a köröstartói vércsalád leszármazói élnek. És ugye ott egy egész komoly per zajlott Harukkernel. Igen, igen. A pekük az volt, hogy amit én ismerek, hogy a Teleki család levéltárába került a Muronyi vércsalád levéltára, azt ők akkor a 18. században nem tudták és nem lelték föl azokat az okleveleket, amik igazolni tudták volna. És hát, igen. Ugye Harukken meg is nyerte a pert. Tehát igen. Egyébként ez egy ilyen nagyon hosszú évtizedekig, talán 18. Hát század végéig nem. Húzódó per igen, volt. Igen, igen. Ugye akkoriban ugye... Oda visszament azért, hogy bizonyítás, de nem jöttek ki belőle győztesen. Ami engem laikusként még izgalomba szokott hozni, hogy vajon, azért is kérdezem tőled, mint régisztel a véleményed, hogy mennyire volt ez a vidék igazából kihalt. Teljesen eltűnt a népesség, vagy lappangó csoportok előfordulhattak? Én ami forrásokkal a korszakból találkoztam, régészeti nyom nem nagyon van, meg hát mint mondtam, ugye a régészetnél 1711-nél húzzuk meg a határt, igen. De hát egy tárgy az nagyon, nagyon ritkán beszél év vagy egy-két évtized pontosságra. Tehát, igen. Nem nagyon van régészeti nyom abból a korszakból, a környékről, és mondanék egy párhuzamot. A tatárjáráskor szarvas ugyancsak szinte teljesen elpusztult egy szarvas környéke, és most a közösségi régészetünk a fémkeresőzésnek köszönhetően nagyon sok éremlelet van a környékről. Most éremkincsek is lehetnek, de itt most egyetlen egy éremről beszélek, ami egy elpusztult falu, halásztelek, báréve, káka területéről, mert ugye ott lehet igazából kutatni, ahol most nincs település, szarvason elég nehéz lenne. Igen. Előkerül egy-két érme, és az írott források ugye szarvasról, az utolsó, az Árpád korból 1290. Így majd a következő 1459. Igen, ezt igen. Le lehet kicsit szűkíteni, hogy 1459 előtt inkább valószínűleg Zsigmond király korába kapta meg az Ábrahámfi család. Igen. Előtte szerintem, mivel nincs adat, nem tudjuk, de közvetett bizonyítékok szerintem vannak rá, hogy királyi birtok lehetett szarvas. Igen. Pont ezért nem maradt fenn forrás, mert ugye a királyi birtok nem pereskedett nemesi perekben. Hát az nem. Tehát, nem. Igen. Tehát ez, viszont a pénzérmék is az Árpád kor után csak Zsigmond korában jelennek meg. Tehát magyarul a teljes Anjou kor szarvas környékén hiányzik, nincs.
nincs Károly Róbert, nincs Nagy Lajos. Nagy Lajos érme. Tehát itt nem azt mondom, hogy teljesen lakatlan volt, mert nyilván a régészeti lelet az egy minta, ugyanaz, mint a szociológiai mintavétel. Igen. Tehát nem a teljes lakatlanságot jelenti. Igen. Azért tettem ezt a nagy kitérőt, hogy ez a párhuzam a törökkor végére, és ugyanaz lehetett a helyzet. Tehát lakhattak néhányan, főleg halásztelken, ott talán még adataink is vannak, Öcsödre vannak adataink, hogy néhányan laktak. Csellengő családok. Igen, ugye van olyan adat, hogy a mezőtúriak meg az öcsödiek harcolnak hát, a kákafoknál a halászatért. Pontosan. Tehát itt nagy részt valószínűleg lakatlan volt a terület. Ez nem azt jelenti, hogy egy-két ember, vagy egy-két ember elvetődve a környékre akár 10-20-30-40 kilométerre ne lett volna, aki túlélt. De például itt a nevek sem nagyon maradtak meg, a helynevek. Ja, nem. Tehát a középkori oklevelekben lévő helyneveket elvétve találjuk meg, tehát gyakorlatilag itt arról beszélhetünk, hogyha egy-két ember a környéken túl is élte a szarvasiak közül, de nagy része nem meghalt, hanem elmenekült, elköltözött máshova, felvidékre, igen, bárhova, igen. Mint ahogy aztán a tótok jöttek a felvidékről. Igen. Egy biztos, hogy utánuk nem sokára, vagy velük párhuzamosan, viszonylagosan több örmény kereskedő család érkezik, de a megye egész területéről beszélhetünk, igen. Ez esetben. Lásd Örménykot, Tóni szállás is hasonló. Még mit is szeretnék itt említeni a témánál. Egyetlen egy embernél olvastam, másoknál nem találkoztam ezzel az adalékkal. Csorba Csaba írja az egyik kis monográfiájában, hogy szerinte 1701-ben a szarvasi váromjai között egy 137 fős szerb, vagy ahogy akkor nevezték, Rácz határőr hoztak, tartózkodott. Nem tudom, hogy te ezzel találkoztál. Történetileg nem vagyok a korszak kutatója. De mondom, másnál nem olvastam, egyedül nála találkoztam ezzel. Rémlik valami, hogy itt ugye... Mert hogy szándék volt kölcsönösen a Rácok szempontjából, aztán Rákóczi szabadságharcvédének Kuruc vezérkar szintjén, ez már ismert a krónikákból, hogy a újjáépítés. Nem kizárható. Ugye itt a felszabadító harcok során azért itt lehetett ez egy olyan pozíció, ami délfelé ugye a... Én nem vagyok a korszak kutatója, de 1710-20-as évekig a temesi bánság az még török fennhatóság. Hát hogy? Az még török fennhatóság alatt volt. Igen, tehát az 1686-os hát felszabadítás. Ez azért jó, hogy említed, mert ugye a nézők is számtalanszor láthatták a nagyon kedves rajzfilmben, a Szafinak a kalandjait. Hát ugye az arról szól a korszakra, amikor Jócskán még folytak a harcok a Temesvár környékén. És az nincs olyan messze. Igen, igen. Hozzá, még rég? Látszok hát ettől, nincs. Ezért, tehát ezért hoztam fel, hogy azok lehettek itt. Igen, igen. Nyugodtan, mint akik a, nem is csak, hogy a, hát az utakat, meg a vidék lakosságát védik, amennyire már a vidék lakossága megmaradt. Igen, és akkor te, mint jeles tudor a középkornak, mind a régészet, mind az oklevelek kutatása szempontjából a mai tudásunk alapján, ugye sokáig folyt a polémia a nagykutatók, levéltárosok, régészek, meg monográfusok között, hogy akkor hogy állunk mi ezzel a Kun László történettel, hogy volt itt, hányszor volt itt a negyedik Kun László királyunk. Mert biztos, ugye, mi volt. És az is biztos, hogy háromszor volt. Tehát akkor a 84 az igaz ezek szerint, meg a 85-ös előfordulása, az is igaz, meg a 90-es is igaz, és ugye a 90-esnél emeljük ki, hogy itt azért egy jeles esemény, Kun László halála
szempontjából is fontos, mert a 84-85-ös adat az egy ilyen elszórt adat, igen, tehát igen. Nehéz megfogni, de a 90-es adatnál néhány nappal, talán egy héttel a szarvashalmi keltezése után, ugye itt egyébként Anonymous is igazolja, hogy erről a szarvashalomról lehet szó. Hát hogyne. Mert ugye erre vezeti a honfoglalókat. Intervino monte, mert pontosan, Anonymous pontosan. Még csak latinul írja a szarvas nevét. Van. A Kunlászlók levelek már magyarul. Datációjában már magyarul van, egyébként a tablón láthatóak kinagyítva a nevek. Igen, igen. A szarvashalom. Igen. Úgyhogy biztos, hogy volt olyan, akinél felmerült, hogy ez a Tetétlen környékén, Szolnok környékén igen, van a szarvashalom, de pont az utolsó 1290-es adat igazolja, hogy nem erről van szó, mert amit Anonymous leír utat, meg amit a középkori utak kutatásáról tudunk, az alapján tökéletesen lehet rekonstruálni, hogy Kun László néhány héttel vagy néhány nappal a szarvasi tartózkodása előtt Csanádról keltesz egy oklevelet. Pontosan. Majd két héttel a szarvasi tartózkodás után Körösszegen öli meg Árbusz törtelés Kadocsa neves kunyai. Pontosan ez a Csanád, ez ötlött az én eszembe is. Én először, miután fiatalkoromban is erősen gyűjtögettem a régi nagyságoknak a monográfiáit, és igaz, hogy nem eredetiben, mert akkor ahhoz már a kincstárat is rá kellett volna áldozni, de újból kiadták nagyon bölcsen a 19. század kitűnő monográfusának, a Szabó Károlynak, akik még vármegyék szülötte is tetejében, ugye a Kun László történetét, és abban ragyogóan érzékelteti azt, hogy igen, hát itt volt 90-ben, és akkor ott emlegeti, hogy aztán a végzetes körösszegi tragédia helyszínére innen. De egyébként visszatérve egy fél mondattal a szépirodalmi feldolgozásokhoz, gyerekkorom egyik legkedvesebb, hát akkoriban azt mondták, mert aki nem viselkedett jó, minden politikai polc és elsőbség irányába arra gyorsan ráfogták, hogy a kiváló ifjúsági regényíró. Lehet, hogy csodás könyveket írt, csak éppen nem feküdt jó polcon. Na, egy a lényeg, hogy Fehér Tibor, aki eredendően Szacsmai Fehér Tibornak született annak idején, és Szacsmai László színművészünk apjáról beszélek, és a 48-as Szacsvainak a leszármazottja. Tehát egy a lényeg, hogy a Lidész királyban gyönyörűen dolgozza fel ezt a szarvashalmi tartózkodást például. De hát számtalan más irodalmi nagyságunkat. Itt akkor is szeretnék beilleszteni most egy termék megjelenítést. Igen. Időpontot még nem sikerült egyeztetni, de van egy kitűnő kollégám. Ugye én is tudnék a középkorról beszélgetni, forrásokról, de talán a szarvasiaknak én unalmasabb lennék, mint egy kitűnő kollega. Nem, és nem a biztos. Békésmegyei Levéltár kutatója Halmányi Miklós. Igen. Az ő neve a sajtóban elég sokszor hát előfordul, elég sok dolgot szervez. Például ő is részt vett a települések első említéseinek a neveiről az oklevél összeállítását. Köszönöm, hogy ezt említed, mert az én nem tettük hozzá, hogy most ugye az idei vármegye napon volt egy nagyon nemes gesztus sorozata, nevezzük ennek, hogy a megyei közgyűlés vezetésének minden település megkapta az első írásos említés dokumentumát. Ha jól mondom, a 93-as másolatot kapta meg szarvas, a 1293-as másolatot. Nem tudom, a másolat időpontja mikori, nyilván az 93-as. 93-as, akkor azt kaphatta meg fotón, ugye itt is ki van emelve kettő. Igen. Nos, Miklóssal én, ugye itt a kiállítás az egy évvel ezelőtt készült, tehát mi a szarvas nevének kifotózásában ja, megelőztük a korunkat egy évvel. Miklóssal egyébként szinte napi kapcsolatban, főleg levelezésben állok szakmailag, és ő foglalkozott ezzel az 1290-es oklevéllel.
a Kun László utolsó útjával, de ő nem abból a szempontból foglalkozott, hogy szarvas, hanem abból, hogy mi a tartalma az oklevélnek, kinek adja ki. És ja, a nyúlszigeti apácáknak. A nyúlszigeti apácáknak, igen, és ezzel kapcsolatban írt, talán több helyen előadott és tanulmányban is megjelent. Én is küldtem neki adatokat ugye a környékbeli nyúlszigeti birtokokról, hogy hol lehetnek a nyulak szigetieknek, és erről egy komoly munkája van. És a kilátásunkhoz kapcsolódóan megkértem, hogy vállaljon egy előadást. Tehát a középkori téma az Miklós lesz. Tehát nem, igen. Voltam annyira önzetlen, hogy nem magamnak vindikáltam a középkor előadását, és Miklós lesz a középkori előadó. Csak sajnos még azt nem tudom megmondani, hogy mikor, még egyeztetés alatt van az időpont, de reményeim szerint még az ősz folyamán, tehát nem húzódik át tavaszra, Miklós még a múzeumunknak a vendége lesz egy előadás erejéig. Bár a nézőket megnyugtatjuk, hogy kedves beszélgető partnerem, a karácsonyig tudnánk itt értekezni, de most azért berekesszük magunkat, annak reményében, hogy így is sikerült nagyon-nagyon felcsigázni a közérdeklődését az irányba, hogy seregeljenek szó szerint a népek szombat délután 15 órára a Szarvas 300 gyűjteményes helytörténeti kiállítás újranyitására. Józsi, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szarka Józsefet, a Tesedik Sámuel kiváló régészét hallhatták, láthatták, és vigyék jó hírét ennek a kiállításnak. Mindenkit várunk. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép esti órákat, a Szóban Forgóval pedig legközelebb a Szarvasi Televízióban a szokott időben hétfőn találkozhatnak. Minden jót a viszontlátásra, viszont a hallásra, addig is vigyázzanak egymásra, vigyázzunk magunkra, és ne felejtsék el, hogy jön a Szent Mihály napi tűzgyújtás kivételesen szombaton este a Szarvasi Vízi Színházban. Minden jót!